Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy négyes kirakás, ami négy napra szól. Mi várható a következő napokban? Itt a hold energiájáról van szó, ami jelenti az álmokat, a reményeket, a vágyakat, az elképzeléseket. Lehet, hogy nálad van így, és romantikus vagy, de azt is jelentheti, hogy ő figyelget téged, és álmodozik rólad. Itt a hatos szám ennél a kártyánál utal a múltra, az emlékekre. Van egy kis nosztalgia benne. Itt az érmék jelentik a reális dolgokat, hiszen a föld eleméhez tartozik, tehát itt nem csak álmodozásokról van szó, hanem tettekről is. Ő közeledni fog hozzád. Itt látható a találkozás, áttölel téged, újra az érmékről van szó, ugyanúgy, mint itt. Ez jelentheti ugyanaz anyagiakat, vagy a munkát is, de a belső értékeket is, te értékes vagy számára. Azon kívül, mint ahogy említettem, az érmék a föld elemére utalnak, és a föld eleménél mindig reális dolgokról van szó. Tehát nála megvannak az elképzelések, és ezt ki akarja alakítani, tehát konkrétan lesz közeledés, lesz egy találkozás is. Itt megjelenik, mint egy király, és uralkodik a kelyhek felett, uralkodik a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Tehát itt nem csak vágyakról, reményekről, vagy testi kapcsolatról van szó, hanem mély érzelmekről is, és ez a vágya ki akarja mutatni az érzelmeit. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!